kezdet, végzet, egyik sem rejti már. Dallal köszöntötték a Máté Szalkai Kulturális Központban a megyében dolgozó szociális munkásokat. 2017 óta ünnepeljük november 12-én a Szociális Munkanapját. Ápolók, gondozók, akármilyen munkakörben dolgoznak, elhivatottsággal, empátiával kell a munkájukat végezniük, emelte ki a térség országgyűlési képviselője. Éppen ezért meg kell becsülni őket, sőt, velük együtt az ellátottakat, gondozottakat is. Nélkülük, hogyha ők nem akarnak igénybe venni azt a szolgáltatást, akkor mi hiába lennénk, de ez ugyanúgy kölcsönösen, hogy mi sem tudnánk létezni nélkülük, ők sem minden szférában tudnánk nélkülünk. Azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen szimbiózis is, hiszen a szociális gondoskodás már évezredek óta, hogyha az egyházi szerepet nézzük, vagy akár a bibliai történeteket, akkor már ott van a másik emberről, az elesett emberről való gondoskodás, és ez egy nagyon magasztos emberi belső identitása, belső attitűddel rendelkezők tudják csak megcsinálni. A területért felelős államtitkár a rendezvényen arról beszélt, a szociális gondoskodás lényege, hogy a szférában dolgozók nem csak az ellátottaknak és gondozottaknak segítenek, az egész közösség szempontjából fontos a munkájuk. Főleg olyan nehéz időszakokban, mint a járványhelyzet. Azt látjuk, hogy a Covid miatt van egy figyelem, ami ráirányul, az a fajta segítő szakma, ami korábban talán a háttérben volt, most jobban előtérbe került. Azt gondolom, hogy hosszú távon a szakmának is az egy fontos szempontja, hogy lássa magát, lássuk azt a feladatot, amit ellátnak, és azt gondolom, hogy mivel elmondtam, hogy ez egy közösségért tett felelősségvállás, legyen az egy falu, egy város, egy egész nemzet, a közösségnek is feladata, hogy ezt támogassa, és azt gondolom, hogy erre jó példákat látunk, önkormányzati civil szervezetek egyháza felelősségvállása, ezt csak együtt lehet sikeresen csinálni. A szerdai megyei rendezvényen több dolgozót részesítettek dicséretben és adtak át nekik oklevelet. Olyanoknak, akik szakmai munkájukkal, emberségükkel példát mutatnak másoknak. A szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó nagyjából 100 000 ember munkáját a jövőben egyébként jobban elismerik, függetlenül attól, milyen fenntartójú intézményben dolgoznak. Január 1-től mintegy 20%-kal nő a bérük. Ezen átlagkeresetük eléri a 370 000 forintot.